Erőt, egészséget! Őr István vagyok, futóedző, és ebben az adásban a jódról fogunk beszélgetni, hogy milyen hatása van az általános egészségi állapotra, és milyen hatása lehet a futó teljesítményre is. Árvai Bálinttal fogok beszélgetni ebben az adásban. Bálint a Jódpótlás Tudományos Alapokon nevezetű 24 ezer főt számláló Facebook csoportnak a vezetője, és a hazai jód mozgalomnak kiemelkedő alakja. A beszélgetés során érintettünk olyan témákat, mint a jód szerepe az immunrendszer működésében, a légutak vírusos megbetegedéseinek a megelőzésében milyen szerepe lehet a jódnak, ugye pláne izgalmas futók számára, hiszen a téli edzések során gyakran találkozunk, gyakran ér minket felső légúti megbetegedés, akár torokfájás, köhögés, megfázás, stb. Továbbá az energiatermelésben is jelentős szerepe van a jódnak, B-vitaminokkal, Q10-zel együtt, mitokondriumokban, erről is részletesen beszélni fogunk. Egyébként ezt az imént említett Jódpótlás Tudományos Alapokon nevezetű Facebook csoportnak a linkjét megtalálod itt a leírásban, mindenképp érdemes csatlakoznod hozzá, rengeteget tanulhatsz. Ha szeretnéd a beszélgetés vágatlan verzióját, ami közel másfél óra megtekinteni, akkor érdemes csatlakoznod a Futástár klubhoz, és hogy szeretnél jobban elmélyedni az egészséges és eredményes futóedzések világába, akkor mindenképp ajánlom figyelmedbe a nemrég megjelent Legyél önmagad futóedzője című könyvemet, melyben számtalan olyan dologról írtam, mely egy szabadidős sportoló számára hasznos lehet. A tartalomjegyzéket és a könyvnek a linkjét megtalálod itt a leírásban. Kattints a linkre, minden részletet megtalálsz erről a könyvről, tartalomjegyzékkel együtt. Remélem, hogy hasznos lesz számodra ez a beszélgetés, biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogsz belőle tanulni. És üdvözlök mindenkit, Árvai Bálinttal beszélgetek ebben a podcast adásban. Szia Bálint, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Szeretettel üdvözöllek téged is, meg a kedves hallgatókat, nézőket is. Köszönöm a meghívást. Ugye itt a jódról fogunk beszélgetni, meg a jód és az állóképességi sportokkal kapcsolatban, és annyit érdemes tudni rólad, hogy így a hazai jód mozgalomnak vagy egy kiemelkedő szereplője, továbbá ugye van egy ilyen Facebook csoport, aminek már 24 ezeres tagszáma van, ez a Jódpótlás Tudományos Alapokon, ezt be fogom majd egyébként linkelni itt a videó leírásában, és mesélj nekünk, légy szíves, hogy így a jóddal hogyan jött így a kapcsolat, vagy hogyan kerültél közelebb a jódhoz, mert azért ez nem egy mindennapi dolog szerintem, így azért ki fogunk erre térni, hogy a jóddal kapcsolatban milyen ilyen legendák, meg tévképzetek vannak így általában az emberek fejében, de hogy neked mi a történeted, mi a sztorid a jóddal kapcsolatban? Hát ahogy ez általában lenni szokott, engem is egy ilyen nem annyira triviális egészségügyi kihívás vitt rá arra a pályára, mond egy ilyen kereső fázisba állítva, aminek során aztán rábukkantam erre az információra. Hát ez egy ilyen energiaszinttel, krónikus fáradtsággal összefüggő probléma, orvosi körökben sem igazán tudják, vagy hát túl sok oka van, és nagyon nehéz mindegyiknek utána nyomozni. Úgyhogy én hát jó pár évvel ezelőtt felregisztráltam néhány olyan szakembernek, amerikai szakembernek a hírlevelére, aki egy kicsit így a pajzsmirigy kapcsán kutakodott, és a praxisában is ezt a témát aktívan képviseli. Ugyanis addigra, ahogy mondtam, kicsit így, hát ez jött a képbe, így a pajzsmirigy működés, esetleg alulműködés, bármilyen okból kifolyólag. És egy ilyen konferencián, ez 2014-ben volt, hallottam a jódról is, és arról, hogy itt igazából rengeteg ilyen félreértés meg tévhit övezi ezt a témát, ami az optimális beviteli mennyiséget illeti. Úgyhogy ez volt egy ilyen szál, amin aztán így elindultam, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 2014 nyarán már egy barátom előadása nyomán megalakult egy ilyen kis mag Facebook csoport, amiből aztán kinőtte magát ez a mostani már tényleg nagyobb taglétszámot számláló közösség. Úgyhogy ez így röviden, majd úgyis beszélgettünk majd itt a vonatkozásokról. Aha. Igen, talán egy könyv, amit érdemes még itt az elején megemlíteni. Amiben most már 2017 novembere óta magyar nyelven is egy könyv, ez a Gyógyító Jód. Itt van nálam egy példány, ezt így
talán látható a kamerában. Ennek az egyik idézetével akartam egyébként kezdeni most ezt a podcastet, mert szerepel benne egy ilyen mondat, hogy mindenki tudja, hogy mi az a jód, és mindenki téved. Tehát, hogy ez kicsit ilyen persze merész kijelentés, de valóban erről van szó, hogy valamit kötünk hozzá, ki ezt, ki azt, ki amazt, valaki így fertőtlenítőszerként tekint rá csak, valaki azért tudja, hogy azért ez egy nyomelem, ami mondjuk fontos a pajzsmirigynek, de azt mondjuk kevesen tudják, hogy milyen egyéb más jódigényes szerveink vannak, aminek, hogyha összeszámoljuk a szükségleteit, akkor nagyságrendekkel nagyobb mennyiségek jönnek ki, mint amikről mi így tudunk. Tehát a multivitaminokban, ami benne van, ez a 100-200 mikrogram, stb. Tehát ilyen értelemben valaki, tehát hogyha arra gondol, hogy jód, akkor kicsi az esélye annak, persze mi azon vagyunk így a tájékoztató tevékenység révén, hogy erről minél többen tudjanak, és a teljes képet lássák, de kicsi még az esély annak, hogyha valakit mondjuk az utcán megszólítanánk, akkor rögtön elkezdené sorolni, hogy hát igen, nem csak a pajzsmirigy, hanem a mellek, petefészkek, az egész immunrendszer, idegrendszer, a mozgáshoz kötődő, például itt az izmok is, erről is majd fogunk beszélni. Szóval érdekes, érdekes így ez a témakör. Igen, igen. És ez a félreértés egyébként itt a jód körül, ez mire vezethető vissza? Mert több, nem csak a jóddal kapcsolatban, nyilván itt majd beszélünk a káliumról is például, de akár ugye a D-vitamin ajánlások, még mindig sok helyen 400 nemzetközi egység, de hogyha a WHO-nak ugye a C-vitamin ajánlását megnézzük, az is talán 90 mg, vagy valami elenyésző mennyiség. Mire vezethető ez vissza, hogy itt ennek a jódnak ilyen fura megítélés, egy kicsit ilyen rossz is talán, én azt érzem, hogy egy kicsit igen, ilyen... igen. Sokaknak a szemében ilyen rossz fiúként szerepel, és akkor úgy tekintenek rá, hogy most, amik vannak, akár autoimmun pajzsmirigy betegségek, vagy bármi ilyesmi, hogy annak a túl sok jód az oka. Tehát a jód, ugye fontos nyomelem, igazából ősidék óta azt lehet mondani, tehát algák formájában, tengeri alga, itt ugye ez a kelp, féleségek, vakame, kombu, nori, tehát ez a kategória, itt már a több ezer évvel ezelőtt élő ember is kitapasztalta, hogy ezekben az algákban van valami nagyon értékes dolog, ami nem nagyon van benne a szárazföldi növényekben, és hogyha elhagyjuk az óceán partvidékét, ugye a kontinentális területek belsejébe költözünk, akkor bizony vinni kell magunkkal ilyen szárított algákat, vagy megoldani ezt a fajta ilyen transportot, vagy akár kereskedelmet a későbbiekben. Tehát ez a tudás, ez nagyon ősi tudás, tehát például időszámításunk előtt 1500-zal az egyiptomi ébesz papírus tekercsek már leírják, hogy mellcsomók, meg melldaganat esetén ezeknek a magas jótartalmú szárított algáknak milyen fontos szerep jut, hogy ez a probléma, ez megoldódjon. Tehát nagyon érdekes, és most manapság újra fel kell fedezni ezeket a összefüggéseket. Na most, amikor felfedezték a jódat 1811-ben, elindult egyfajta, tehát már több mint 200 éve, elindult egyfajta ilyen aranykor, amikor tényleg milligramos mennyiségben használták, káliumjodid formájában, vagy akár 1829-től lugol oldat formájában belsőleges jódpótlásra, ezer okból kifolyólag, tehát kicsit ilyen az orvostudomány, az akadémiai orvostudomány svájci bicskájává vált, hogy így csomó mindenre használták, és nem tudták pontosan minden részletét, hogy miért, hogy működik, de azt láttak, hogy működik, és alkalmazták. Na most múlt század közepén, 1948-ban történt egy sajnálatos esemény, ami elindított aztán egy ilyen láncolatot, és ennek következtében a jód nagyon ilyen, hát finoman fogalmazva, kétes megítélés alá esett. Ez egy állatkísérlet volt, Wolf és Csajkov kutatópáros nevéhez kapcsolódóan, akik patkányok pajzsmirigyének a fiziológiás válaszát vizsgálták így a növekvő jód a bevitel függvényében. Tehát egyre több jódot kevertek a vízükbe, és akkor nézték, hogy reagál rá a pajzsmirigy, méghozzá úgy, hogy radioaktív jódot injekcióztak először be az állatokba, és a radioaktív jód
segítségével tudták megfigyelni a jód útját, hogy akkor most a pajzsmirigy felveszi, vagy nem veszi fel. És egy bizonyos jód koncentráció felett, tehát amikor ugye az ivóvizükbe keverték a stabil jódot, azt látták, hogy a pajzsmirigy nem vesz fel több radioaktív jódot. És ebből azt gondolták, hogy hú, nagy a baj, leállt a pajzsmirigy jód felvétele, itt óriási a gond, megszűnik a hormonszintézis, hogyha, tehát ezt így tovább is gondolták, és tehát ez elterjedt olyan szinten, így Wolf-Csajkov hatás néven, hogy utána bekerült az orvosi képzés anyagába, mint fiziológia egyik alaptétele. Tehát ez elképesztő módon elterjedt. Kiderült aztán, hogy ez nem igaz, ugye a bő 20 évvel ezelőtt, mert ami igazából történik, nem akarok biokémiai részletekbe nagyon belemenni, de hasonlattal élve a pajzsmirigynek van egy bizonyos jód, napi jód felvételi kapacitása. És hogyha azt stabil jóddal telítjük, akkor kicsit olyan, mintha egy kompon az ülőhelyeket, ami egy folyón ide-oda viszi az embereket, telítenénk az ülőhelyeket ugye ezzel a stabil jóddal, és már a radioaktív jód nem fér rá fel. Tehát persze, hogy azt látták, hogy nem vesz föl több radioaktív jódot a pajzsmirigy, mert telítette ezt a kompot, a stabil jód. És hát ennek ellenére, mondom, sajnos utána az évtizedekben óriási ilyen jód üldözés indult el, belemagyarázták, hogy ez gólyvát okoz, göböket okoz, és ahogy mondtam, sajnos kivették a régi jód tudást az orvosi képzésnek az anyagából is. Hogy ide eredeztet, vagy innen eredeztethető ez a jódfóbia, ami tényleg hát most már egy ilyen 70 éve folyt minket, és megakadályoz minket abban, kivéve persze, hogyha utána járunk, és akkor átlátunk ezen a tévhiten, de megakadályozza az embereket abban, hogy tényleg olyan mennyiségben vigyenek be jódot, hogy ne csak a pajzsmirigy, minden kapjon szépen bőven ebből a nyomelemből. Ha. És akkor lényegében ennek az eredménye az, hogy most nem is tudom, a nemzetközi ajánlás az valami 150 vagy 200 mikrogram talán. Így van. Hát kategorizálja, de ez a 100-200 mikrogram alapvetően, tehát terheseknek várandóság során ott picit többet, ilyen 250 körül ajánl, de ezek olyan minimális különbségek, hogy ehhez képest, tehát mondom, nagyságrendbeli különbségekre, de többre lenne szükség. Ennek kapcsán hoztam is egy ilyen ábrát, megosztanám itt a képernyőt, remélem, hogy akkor így élesben is fog működni a történet. Méghozzá, én sok ilyen hasonlattal élek a csoportban, aki tagja ennek a közösségnek, az ismeri szerintem ezeket a dolgokat. Tehát itt van például, csak úgy érzékeltetésképpen ezeket a nagyságrendeket, az Eiffel-torony, és hogyha azt vesszük, hogy a teteje, az mondjuk 12 mg, tehát ez a 12.000 mikrogram, az így a japánok átlagos napi jódbevitelének feledhethető meg, és itt ennek az egész iskolának az a neve, hogy ortomolekuláris jódpótlás, tehát hogy olyan mennyiségekben vigyük be, hogy tényleg optimálisan minden szerv kapjon belőle. Ez itt a kezdő adag. Na most ehhez képest, hogy mondjuk a legalulról indulunk, akkor a magyarok átlagos napi jódfogyasztása az ilyen 70 mikrogram körül van, tehát majdnem nem is látszik ez a picike kis oszlop. Az ajánlott napi bevitel itt Európában, ez a, hát meg igazából a föld legtöbb országában, ez a 100-150-200 mikrogram, tehát ez is eltörpül, látjuk, hogy milyen alacsony. 1 mg, ez itt az európai országokban a hivatalosan elfogadott napi beviteli határnak, tehát a felső határ. Bizonyos országokban elképzelhető, hogy más szabályzás van, ott már csak 600 mikrogram. Tehát ez is milyen óriási kevés, és körülbelül ez a 12 mg lenne az, aminél elkerülhető lenne az, hogy a jódigényes szervek azok elkezdjenek versenyezni ezért a nagyon fontos elemért. Tehát itt van egy ilyen áttekintő ábra, tényleg nem megyek bele a részletekbe, mert elvinni az időt, de láthatjuk, hogy nem csak a pajzsmirigy, itt vannak a petefészkek, mellek, ugye a várandóság során óriási jódigények vannak, a prostata, itt az immunrendszer, az teljes gyomorbéltraktus jódigényes, a bőr, a könnyirigyek, nyálmirigyek, az egész idegrendszer, elképesztő szív, stb. Jó, akit ez érdekel itt a már említett jódpótlás tudományos alapokon csoportban, utána tud mindennek picit olvasni.
De tényleg az a lényeg, hogy óriási a félreértés és ezzel kapcsolatban a jód alábecslése. Igen. És itt ugye szoktak attól tartani, vagyis hát először is ugye itt az ábrán 12 mg volt a legmagasabb, de ha jól tudom, akkor van, aki ennél többet is szed naponta, tehát beszélhetünk bizonyos esetekben, mondjuk akár 50 mg-ról bizonyos ideig. Igen, a magának az iskolának, az ortomolekuláris jódpótlásnak az alapkoncepciója az az, hogy tehát feltöltsük a szervezetet jóddal, kiméregtelenítve a jódellenes anyagokat, amikről majd néhány szót fogok ejteni, és amikor ezt az állapotot elérjük, akkor kezd igazán úgy működni a jód, ahogy kell. Tehát nem csak így a szedegetés, hanem a feltöltés is. Ehhez, igen, ez a 12 mg, ez manapság nem elég, legtöbb embernek nem elég, főleg, hogyha van valami egészségügyi probléma, vagy a testsúly olyan, tehát általános feltöltő oldag, való igaz ez az 50 mg. És itt említettem ezt a jódpótlási iskolát, az Iodine Project ortomolekuláris iskoláját. Ezzel kapcsolatban bevillantanám, hogyha sikerül itt az orvosoknak a fotóját, akik ezt 20 évvel ezelőtt Amerikában elindították, én azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemlik. Itt vannak dr. Guy Abraham, ő volt az, aki először elkezdte kétségbe vonni ezeket a jód ajánlásokat. Szülésznőgyógyász, endokrinológus végzettséggel, utána csatlakozott hozzá dr. David Brownstein, aki mai napig egyébként a legaktívabb, erről könyveket ír, holisztikus ilyen orvosi központot vezet Michiganben, illetve dr. George Fletchers. Ők voltak így az Iodine Projectnek az elindítói, és aztán annak a globális mozgalomnak természetesen a magja, ami, ahogy mondtam, 2014-ben Magyarországot is elérte. Igen, és hát egyre több ember érdeklődik, ahogy én is látom itt a csoportban, most, hogy azért szépen gyarapszik, és már talán orvosok között is akadnak, ritka, mint a fehér holló, amennyire látom, tehát azért endokrinológusok azért még gyakorta olyan tanácsokat adnak mondjuk a pacienseknek, ami lehet, hogy mondjuk ellentétes lehet ezzel a jó tanítással, úgyhogy nincs egyszerű helyzetben az, akinek valamilyen egészségügyi kihívása van, és a jóddal kapcsolatos, de nyilván az előbb, ahogy bemutattad, elég sok szervet érint, és talán az is egy kicsit szerintem, aki nem ért annyira hozzá, az is így egy kicsit megrettentheti, hogy ugye ez a szerves és szervetlen, és akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy ami szervetlen, ugye a jód jelen esetben, hogy az nem jó neki, és hogy mindenből a szervesre lenne szükség. Igen, manapság ez a szerves őrület szerintem, főleg itt Magyarországon, de lehet, hogy külföldön is. Tényleg ez nagy divat, hogy minden, ami szerves, az a tuti, az a jó, az biztos, hogy felszívódik, az biztos, hogy hatékony, és ami szervetlen, meghallják ezt a szót, hogy szervetlen, akkor rögtön arra asszociál, hogy ez valami vacak, ez fese szívódik, vagy éppen a beséket terheli, vagy lerakódik, vagy gyulladást okoz, vagy... Na most ez így nem igaz, tehát azért a biokémia nem ilyen egyszerű, hogy ez alapján így lehetne disztingválni. Tehát például itt van a só, a konyhasó, ami ugye egy szervetlen étrend kiegészítő, hiszen nátrium-klorid, ugye ionos kötésben vannak benne ezek az elemek, feloldjuk vízben, akkor szépen nátrium-ionok úszkálnak, majd benne meg klorid-ionok, tehát abszolút szervetlen történet, és mégis remekül működik. Nem? Tehát a jódra is így kell tekinteni, nem igaz, hogy a szerves jód jó, sőt, legtöbb esetben a szerves jódvegyületek, értve ez alatt bizonyos gyógyszereket, például amiodaron, vagy CT kontrasztanyagokat, azok is ilyen jódtartalmú, de szervesen kötött, tehát kovalens kötéssel kapcsolt a jód ilyenkor a molekulához. Vegyületek elképesztően bonyolult, sokszor kiismerhetetlen és valóban ártalmas hatásmechanizmussal, úgyhogy igen, a jódból nekünk a szervetlen a barátunk, mint nyomelem. Itt említetted, hogy nagyon sok szervünknek, mirigyünknek szüksége van jódra,
És egy kicsit kanyarodjunk el az állóképesség felé, a futás felé, mert akik nyilván ezt a beszélgetést hallgatják, ők ebben kompetensek, de nyilván az általános egészségi állapot az ettől függetlenül is nagyon fontos. Az energiatermelésben a jód milyen szerepet vállal, nyilván majd beszélni fogunk akár az immunrendszerről, stb., de hogy alapvetően a sok jó hatása mellett, amiket már eddig is említettél, nyilván majd többre is ki fogunk térni, de hogy alapvetően az energiatermeléssel kapcsolatban, ugye ott a mitokondriumok környékén, milyen hatása van a jódnak? Most ugye a jód egy hatásainak egy része az a pajzsmirigy hormonokon keresztüli hatás. Tehát a mai orvostudomány úgy gondolja, hogy ez a kizárólagos hatása, de ez nem igaz. Tehát mind szervetlen jód rengeteg biokémiai egyéb folyamatba be tud kapcsolódni, majd erről is beszélünk később. De azért így az energia szinthez, meg az állóképességhez nagyon szorosan kapcsolódik való igaz a pajzsmirigy funkció. És hogy az abból a hormonok, hát főleg aztán a T3, ami az igazán aktív, az, ahogy belép a sejtbe, ott a mitokondriumra is hatást gyakorol, akkor a citoplazmában is ilyen átalakítás, vagy ilyen folyamatokat indít el, illetve a sejtmagra is van hatása, tehát ugye hormon értelemszerűen. Tehát sokrétű hatásmechanizmussal rendelkezik, hát itt a mitokondriális működés az, ami az energiatermelés kapcsán kardinális kérdés. Ott érdemes úgy elgondolni az egészet, mint hogyha ezek a pajzsmirigy hormonok lennének a szikra. Tehát én nekem így az eredeti végzettségem, meg így a háttér, az kicsit ilyen gépész-műszaki vonal, ezt beszéltük is, úgyhogy sokszor élek ilyen hasonlatokkal is. Tehát például, ugye, ha nézzük a motor működését, ott is ugye persze van levegő, tehát van oxigén, van éghető anyag, ugye a tüzelőanyag, vagy benzin, vagy dízel, most beszélünk a benzinről, de az egész, ez, hogyha nincs szikra, akkor nem robban be, nem ég el a történet. Tehát kicsit a pajzsmirigy hormonok, tehát főleg a T3, az is ehhez hasonló, hogy lehet, hogy valaki bejuttat energiahordozókat, tehát ugye zsírok, szénhidrátok, valamilyen fehérje is tud energiává alakulni, de hogyha nincs ott ez a szikra, akkor nem lesz, nem fog az egész kazánház, ez a mitokondrium, vagy mitokondriumok úgy üzemelni, ahogy kellene. És ahogy mondtam, ez hazugság igazából, hogy a pajzsmirigynek ez a 100-200 mikrogram, ez az optimális szükséglete. Ez egy ilyen abszolút minimum, ami alatt nagyon súlyos problémák jelentkeznek. Tehát kicsit ahogy felvezetted, vagy beszélgettünk róla, itt van, hogy ez a C-vitamin, D-vitamin kérdése, hogy C-vitaminból is ugye itt van a skorbut, ami egy nagyon-nagyon súlyos, tehát a legsúlyosabb C-vitamin hiányos állapot. Na most, hogyha valaki még nem skorbutos, éppen megüti ezt a szintet a C-vitamin bevitele, még messze nem biztos, hogy optimálisan el van látva C-vitaminnal, és minden olyan funkció, amihez az anyaghoz kapcsolható, az szépen működik. D-vitaminnál ugyanez. Ugye azt gondolták, hogy csak a csontfejlődésben, mondjuk az angolkor, hogyha nagyon-nagyon alacsony a szintje, akkor angolkor jelentkezik gyermekeknél főleg, és ez 400 nemzetközi egységet emlegetik felnőtteknél is. Hát ez most már látjuk, tehát kezd evidencia lenni, tehát itt azért követhetjük ezt a fordulatot, hogy ez nagyon-nagyon kevés, és ahhoz, hogy a hormonrendszerre, az immunrendszerre megfelelő hatást gyakoroljon, a D-vitaminnak az aktív formája, ami szintén egy hormon, ahhoz bizony, hát körülbelül 10-szer ennyi kellene. Ugye? Tehát ez kicsit a jódnál is így van, és magának a pajzsmirigynek sem optimális egyáltalán ez a mennyiség. Már csak arra tekintettel is, hogy említettem ezeket a jód ellenes anyagokat a környezetünkben. Na most kémiai okokból kifolyólag vannak olyan, hát vagy ionok, vagy bonyolultabb ilyen vegyületek, amik versengni tudnak a jóddal, akár a felszívódás során, akár a sejtek bejutás során, akár már a pajzsmirigy sejteken belüli biokémiai folyamatok során. Tehát párat említenék, hogy ne csak így a levegőbe beszéljek. Tehát itt van például a bróm,
bromidion, ilyen bromszármazékok, ezek a minket körülbelül környezetben, mint égésgátló anyag, számtalan helyen ilyen használatra kerülnek, ahol belső lakótérben is különböző ilyen textíliák, bútorok, szőnyeg, autóbeltere, de például külső hőszigetelő anyagoknál is, ugye ezek párolognak, vagy elektronikai alkatrészeknél. Hát most már kezdik visszaszorítani a használatát, de még mindig sajnos jellemző. És ezekből, ami felszabadul bróm, ilyen bromgyökök, vagy bromidion, a gyógyszerekben is benne van minden, most ezt nem sorolom, ez sajnos így kicsit kiszorítja a jódot belőlünk, és hiába lenne meg ez a néhány száz mikrogrammos bevitel, egyszerűen nem tud érvényesülni a jód. Egy másik példa, ez most így a közelmúltból életszerű példa, van egy olyan anyag, az a neve, hogy perklorát ion. Ez egy ilyen klór származék. Ugye a klór, jód, bróm, ezek így rokonok, ugye a halogének így a periodusos rendszerben egymás alatt helyezkednek el, és bizonyos kémiai tulajdonságaik is hasonlóak. Tehát ez a perklorát, ez például a tűzi játékok során óriási mennyiségben felszabadul, vízoldékony ion, bekerül igazából a környezetbe, aztán a táplálékláncba is, és előbb-utóbb a szervezetünkbe. És a véráramban, hogyha ilyen úszkál, akkor igazából azt mutatják a kutatások, hogy 30-szor erősebben ragaszkodik azokhoz a kis szivattyúcskákhoz, amiknek a jódidot kellene a sejtekbe bejuttatni, mint maga a jód. Tehát ezért vagyunk itt a 21. században súlyosan hátrányos helyzetben. Erre van egy ilyen hasonlatom, nagyon röviden bevillantanám. Tehát kicsit ilyen a szituáció, mint hogyha a postás hozná, ugye ez most a vérkeringés, hozná a leveleket, ami maga a jód, és ahhoz, hogy bejusson a jódigényes szervekbe, a sejtszinten, tehát így a háziasszony mondjuk megkapja ezeket a leveleket, először van egy ilyen postaláda, ez a nátrium jodid szimporter, ahol dokkolnia kell a jódnak, és ezen keresztül, ez így a sejthártyába beékelődött egy ilyen fehérje, jut be két nátrium ion társaságában a jód a sejtekbe. Na most ezek a toxikus halogének, ahogy mondtam, bróm, fluor, perklorát, ilyen származékok, olyan, mintha lenne egy ilyen vicsorgó kutya, és elijeszti a postást attól, hogy szépen be tudja itt a ládába a leveleket helyezni, sőt, bizonyos ilyen halogének azok ki is szorítják a jódot innen a kötőhelyekről, és kipotyognak ezek a levelek. Jó, ez egy ilyen nem annyira tudományos, de teljesen megáll a lábán, mint hasonlat. Tehát ez a probléma, hogy hiába gondol valaki úgy, hogy oké, itt a multivitaminom rá van írva, napi ajánlás benne van, egyszerűen a minimumok minimuma, és ezek az anyagok, ezek már eleve megnövelik ezt a jód szükségletet. És olyannyira, hogy akár a pajzsmirigy funkciók is sajnos kárát látják ennek. Ugyanis egyébként messze nem biztos, hogy először a pajzsmirigy fog bejelezni, hiszen egyfajta ez ilyen kicsit ilyen hierarchikus jéghegy hasonlattal élve az egésznek a felépítése, hogy itt van ez a 100-150 mikrogram, mint napi ajánlott mennyiség, a minimuma, ahogy mondtam, kretinizmus gólyba megelőzésére alkalmas csupán, vagy volt régen alkalmas, mert most már lehet, hogy arra sem, de itt vannak a mélyben az egyéb szerveknek és állapotoknak az óriási igényei, és ezzel együtt már, ahogy mondtam, nagyságrendeket ugrunk a tekintetben, hogy akkor mik itt az ideális mennyiségek. Tehát messze nem biztos, hogy a pajzsmirigy fog először bejelezni, de jellemzően már az is szokott, ha nagy a baj, vészjelzéseket adni, hogy ezek a hormonok nem tudnak úgy előállítódni a pajzsmirigyben. Ugye ezekhez jót kell, tehát a T4, T3, ugye egyikben 4 jódatom van, másikban az igazán aktívban 3. Ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor ezt mind jóddal meg lehet oldani, hiszen a pajzsmirigy hormonoknak ugye van egy ilyen konverziója, a T4, T3 konverzió, amit megint sok minden befolyásol, számtalan nyomelem, akár a szervezetben a májnak az állapota, túledzettség során is előfordulhat, hogy ez nem biztos, hogy az aktív T3, hanem inkább az ilyen hibernáló hatású reverse T3 irányba billen el.
Tehát ez egy meglehetősen összetett történet, de már ha az elején elcsúszik a dolog azzal, hogy valaki úgy gondolja, hogy ki van pipálva a jód, de kiderül, hogy messze nincs kipipálva, sőt, inkább ezekkel a toxikus halogénekkel van feltöltve a szervezete, akkor ez az energia termelés meg az állóképesség is sajnos hátrányos helyzetbe kerül. Igen, és itt a jód mellett, ugye, ahogy te is említetted már, hogy önmagában a jód ugye az kevés, tehát itt ilyen kófaktorokra is szükség lehet, vagyis hát szükség van, hogyha az energiatermelésnél maradunk még továbbra is, akkor akár a B-vitaminok, vagy hasonló kófaktorok, melyek azok, amik támogathatják ezt az energiatermelést, vagy esetleg mondjuk az edzéseket, az edzésekre is pozitív hatása lehet, B-vitaminon kívül, vagy melyek azok a B-vitaminok egyáltalán? Ha nem sértődsz meg, akkor egy olyan kofaktort előre vennék, aminek közvetett kapcsolata van így az energiatermeléssel, de mégis elképesztően fontos, hogy biztonságosan működjön a jód, és ez pedig a szelén. Ugyanis szelén hiányos állapotban előfordulhat, hogy olyan oxidatív folyamatok szaladnak meg a pajzsmirigyben, aminek következtében maga a szerv az begyullad, és hát ezt nyilván senki nem akarja. Itt ez az európai rész, ez pedig meglehetősen szerint hiányos. Úgyhogy erre így érdemes így nulladiként gondolni, mint tényleg a legfontosabb kofaktor. Egyébként az energiatermelésben is van szerepe, mert a mitokondriumokban, amik működnek antioxidáns hatású enzimek, ott van egyébként a glutatión peroxidázis, ami egy szelénnel működő enzim, tehát szelenoprotein, hogy ilyen szempontból kapcsolódik, de ami talán itt kicsit szorosabban kötődik az egészhez, említetted a B-vitaminokat, itt van ugye a B2, B3, ami előanyaga bizonyos ilyen elektronszállító molekuláknak, ugye itt van ez a FAD meg a NAD, a B2 a FAD-nak ez a bonyolult nevük van, ilyen flavin, adenin, dinukleotid, a NAD, az pedig nikotinamid, ugye nikotinsav B3 alapú, adedin, dinukleotid, tehát ilyen nyelvtörő, de az a lényeg, hogy igen, bekapcsolódnak ezek a vitaminok ebbe az energiatermelésbe, már ugye a citrát körből elindulnak, ott viszik az elektronokat, protonokat a terminális oxidációba, ahol ugye aztán oxigén jelenlétében tényleg az energiatermelés zajlik. Tehát, hogyha ezek nincsenek ott, itt van aztán ugye a Q10 koenzim, ami hasonló funkciókat lát el, ezek itt a jód kapcsán is nagyon fontos kofaktorok. Ugyanis dr. Abraham szerint, akit említettem itt az Iodine Project elindítóját, ő azt mondta, hogy tehát a pajzsmirigyet, hogyha nézzük, akkor ott igazából kell egy olyan oxidatív átalakítás, ugye a jodidot vesz fel, ez meg kicsit ilyen kémia, de át kell, hogy alakítsa olyan állapotban, amit hozzá tud kötni a tiroglobulin fehérjében ehhez a tirozin származékokhoz, hogy aztán a hormonok létrejöhessenek. Tehát mint ionos jodid, erre nem képes kémiai okokból kifolyólag. Tehát ide kell például ugye a TPO enzim, de az még kevés, mert az csak katalizál, kell egy olyan anyag, aminek az a neve, hogy hidrogénperoxid. Most ez ugye sokak számára ismert lehet, ugye, hogyha valaki a haját szökíti, vagy bármi ilyesmi, hogy ez egy oxidáló szer, és így félnek tőle, hogy jaj, de bizony a szervezetben sok helyen szükség van rá. Ahhoz, hogy például, ahogy mondtam, a jód átalakulhasson egy olyan formává, ahogy már be tud épülni, tehát hormonok keletkezése során be tud épülni. És ez a hidrogénperoxid, ez igazából a mitokondriumokból származik, a tireocitáknak, a pajzsmirigy tüsztő sejteknek az energiatermése során keletkezik többek közt ilyen hidrogénperoxid is. Tehát persze az nem jó, hogyha túl sok keletkezik, mert akkor megint ott elmehet az oxidáció rossz irányba, tehát vannak ott ilyen fékek, ugye ez a, hogy már mondtam, olyan enzimek, amik vízzé alakítják, semleges vízzé ezt az anyagot. De amire ki akarok lyukadni az, hogyha ott nem működik jól az energiatermelés, nem pörög úgy igazából ez a citromsav ciklus, meg maga a terminális oxidáció, úgy, ahogy kellene, hogy nem lesz neked elég hidrogénperoxidod ahhoz, hogy a jódot be tud építeni
ezekbe az aminosav származékokba, és hormonjaid legyenek a végén. Tehát ezért a jód protokollnak bizonyos esetekben, nem mondom, hogy minden esetben, tehát mondjuk fogalmazunk úgy, hogy a legtöbb esetben a B-vitaminokból mindenki profitál, de bizonyos esetekben nagyobb dózisban is szükség lehet rájuk, pont azért, hogy ezt a fajta hidrogénperoxid termelődést be tudja indítani. Ezt aztán, ahogy mondtam, kellenek további kofaktorok, meg olyan vitaminok, elemek a képbe, amik szabályozott működésűvé teszik ezt a rendszert, és akkor nem kell attól félni, hogy itt begyullad a mirigy, vagy bármi ilyesmi. Tehát ezek így a nagyobb dióhéjában a B-vitaminokról, akkor a magnézium szerintem kritikus fontosságú, ez biztos, hogy nálatok is itt azért elég gyakran felmerül, hiszen itt az izomműködéshez, idegrendszerhez, mindenhova elképesztő sok helyre szükséges maga a magnézium, és ugye azért a mai korunk ember az inkább jellemzően hiányt szenved ebben a fontos ásványi anyagban. Itt, ha nézzük az energiatermelést, akkor ott is ezek az ATP szintézis során, amik működnek, enzimek, azok szintén igénylik a magnéziumot, mint kofaktort. Úgyhogy ezért magának a jód protokollnak is nagyon fontos része a magnéziumpótlás megfelelő formákban. Igen. Itt ezt a protokollt ugye említetted már, vagy említettük többször, ezt beszéltük is, hogy ez fontos, hogyha valaki ezt hallgatja, és azt gondolja, szinte biztos, hogy aki ezt hallgatja, nagy részük jód hiányos, valószínűleg meg magnézium hiányos is, meg stb., hogy mielőtt elkezdeném milligrammos mennyiségben szedni a jódot, mindenképp először is csatlakozzon a csoporthoz, olvass el ezt a protokollt, olvass el azokat a vizsgálatokat, amiket ugye érdemes elvégezni előtte. Le van tételesen írva, én nagyjából fél éve tanulom ezt, vagy fél éve vagyok a csoport tagja, el is végeztettem ezeket a vizsgálatokat, szóval nem egy nagy dolog ezeket megcsináltatni, tehát senkit ne rémisszen el az, hogy egy kicsit ilyen komplexebbnek tűnik. De az fontos, hogy ezt te is hangsúlyozod mindig, hogy mielőtt valaki belevág a jódszedésbe, nagyobb mennyiségben, ugye milligrammos mennyiségben, azelőtt ezeket a vizsgálatokat, pajzsmirigy ultrahangot ugye meg kell csináltatni, érdemes egy szelén vizsgálatot teljes vérből, és hasonló nyilván egy ilyen pajzsmirigy csomagot, stb. Ezek is szépen le vannak írva, hogy melyek azok a ajánlott vizsgálatok, amiket érdemes elvégezni, és akkor még tanuljon az ember egy picit, ez szerintem elengedhetetlen, így a saját tapasztalatom alapján is, de iszonyat izgalmas. Tehát ezt mondom mindenkinek, aki most ezt hallgatja vagy nézi, hogy tényleg egy új világ nyílik ki itt a jóddal kapcsolatban, és az, hogy minden tényleg összefügg mindennel. Én szerintem érdemes mindenképp szentelni rá időt, és ebben elmélyedni, de az fontos, hogy ez ne úgy menjen, hogy úgy, mint a multivitamin szedi az ember, és akkor elkezd, mit tudom én, jódot is szedni, mert ugye vannak ilyen kontraindikációk, tehát azért vannak olyan helyzetek, amikor nem javasolt nagy mennyiségben ezeket szedni. Érdemes erről szerinted Bálint most beszélni részletesen, vagy a csoportban megtalálják úgyis? Két mondatot fűznék hozzá, mert minden ilyen lehetséges fórumon, ahol a jódról beszélek, ezt a részét nem ejtenénk szót. Igen, vannak olyan kontraindikációk, vannak olyan ellenjavallatok, amik kizárják a jódszedést. Na most erre igazából egy-két példát, leginkább a pajzsmirigyben van egy ilyen önálló életre kelt göb, ez ilyen forró göb, vagy autonóm adenóma néven ismert. Ezzel az a probléma, hogy függetlenítette magát itt az agyalapi mirigynek a hormonális vezérlésétől, hiszen ugye itt a pajzsmirigyet ezt TSH hormon vezérli, és annyi hormon termel, amennyi jódhoz csak jut, meg ugye alapanyaghoz csak jut. És ilyenkor, hogyha bizony elkezd valaki jódot szedni, akkor ez nagyon könnyen túlműködésbe viheti át a szervezetet, ami veszélyes is tud lenni. Tehát az alulműködés is azért kellemetlen, mert az aluszékony az ember, dekoncentrált, fáradt, fázik, hízik, stb., de a túlműködés se jó, hiszen amint hogyha az autóban beragadva maradt volna a gázpedál, és akkor szágúd az egész, ezerrel pörög, magas fordulatszám, ugye a szív is ilyenkor
magas pulzus számmal, vagy stb. Tehát ez mindenképpen egy elkerülendő állapot, úgyhogy ezért igen, vannak vizsgálatok, amik ezeknek a kiszűrésére hivatottak. Zárójelben jegyzem meg, hogy a Hashimoto betegség, amiről hát egyre többet hallani, hiszen egyre gyakoribb, ez nem abszolút kizáró ok jótpótláshoz. Tehát való igaz, hogy egy kicsit azért alaposabban elő kell készíteni, hiszen itt ez egy komplex rendellenesség, sokféle érintettséggel, emésztőrendszeri érintettség, detox útvonalak, tápanyaghiányok, toxikus terhelés, esetleg infekciók a háttérben, stb. Tehát komplexen kell megközelíteni, de nem egy örök életre szóló jótilalom, hogyha valaki egy ilyen diagnózist kap. Igen, talán ennyit lehetne így első körben ezekről mondani. Hogyha most ezek alapján valaki azt gondolja, hogy őt ez érdekli, tehát, hogy energikusabb szeretne lenni, vagy az energiateremelésre szeretne rásegíteni, hogy jobban menjenek a futóedzések, stb. És azt mondja, hogy jó, most ő akkor ki akarja deríteni azt, hogy például milyen szinten van a jód a szervezetében. Hogyha például elmegy egy vérképvizsgálatra, ott ugye szérumból mérik a jódot, az elegendő erre megállapítani, vagy van más olyan módja, ami... Ez igazából abszolút nem az ideális módja, hiszen olyan referencia értékekkel dolgoznak ott a laborok. Ez egy statisztikai alapon, a populációból vett minta alapján megállapított referencia tartomány. Tehát, hogyha a populáció súlyosan jót hiányos, akkor a normál tartomány is jót hiányos képet fog mutatni. Tehát hiába esik bele valaki kvázi a referencia tartományba, attól még lehet súlyos jót hiány, és jellemzően van is. Tehát ilyet nem érdemes ezt a vizsgálatot elvégeztetni, nagyon drága is egyébként. Jódnak nem a vérplazmában, tehát nem a szérumban van a helye, hanem a sejtekbe bent. És oda igazából benézni egy ilyen tesztadagos vizsgálattal lehet, ez a 24 órás jótelítettségi teszt, ez a neve, a csoportban is megtaláljátok, illetve van egy internetes platform, hogyha valakinek esetleg nincs Facebook elérhetősége, ez a www.gyógyítójód.hu, itt például a jód tesztek oldalon olvashat erről, hogy akkor milyennek a jód hiány vizsgálatának a korrekt lefolyása. De egyébként így mondom előre, hogyha viccesen azzal szoktam példálózni, hogyha valaki föl kell reggel, és úgy köszönti a családtagjait, hogy jó reggelt, nem úgy, hogy konnichiwa, akkor nagyon nagy valószínűséggel jót hiányos. Tehát egyszerűen azokban az ételekben, amiket mi itt fogyasztunk, minimális, tehát néhány, ahogy láttad ugye az Eiffel-tornyos ábrán, ilyen néhány tíz mikrogram jót található csupán. Ugye a japánok a nagy mennyiségű ilyen tengeri algafogyasztás következtében, ők tényleg étrendi úton valósítanak meg milligrammos jótpótlást, de itt a kontinentális részen ez abszolút nem jön össze, és a jód nem úgy működik, mint sokan esetleg gondolják, hogy hát ilyen mikrogramok vannak, és akkor majd ezt így a szervezet az évek meg az évtizedek során így összecsipegeti, és akkor összegyűjti magának, és felépíti ezeket a raktárokat, feltölti. Egyáltalán nem erről van szó, sokkal többet használ a szervezet, annál, mint hogy ebből raktárakat lehetne építeni. A vesék nagyon hatékonyan ürítik a szervetlen jódot, tehát ezért is nagyon nehéz egyébként így túladagolni. Illetve ugye itt vannak ezek a toxikus halogének, amik meg szorítják ki belőlünk a jódot. Úgyhogy lehet teszteltetni igazából, de az elején majdnem, hogy felesleges ezekből az okokból kifolyólag. Szóval akkor ne örüljenek meg nagyon, hogyha azt látják egy ilyen vérképen. Ne, ez megtévesztő, tudod, tehát teszem azt, kijön az, hogy nem érik el. Ez egyébként ilyen érzékeltetésképpen 40-től 70 mikrogram per literig terjedő tartomány. Na most, ha valaki milligrammos jótpótlást végez, és mondjuk ezt a feltöltő adagot szedi, ami 50 milligram, ami ugye nagyon soknak tűnhet, hogy jaj, Jézus Mária, 50 ezer mikrogram, hogy ez ilyen giga, mega, brutális mennyiség, de nem, ugye nagyon kicsi az, amihez mérjük. Tehát valaha, ahogy mondtam, 140 éven keresztül ezeket a mennyiségeket alkalmazták az orvosok általános jótpótlási célra, tehát ilyen 12-től 40-50 milligrammig. Tehát, hogyha mondjuk bevesz valaki 50 milligrammot,
akkor a vérében, hogyha már szedi egy ideje a jódot, és hatékonyak ezek a felszívó mechanizmusok, akkor a vérében nagyon rövid időn belül, ilyen negyed órán belül fölugrik ilyen 5000 mikrogram per liter értékre ez a jodid koncentráció. Tehát 40, ugye beszéltük 40-70 és 5000. És ugye ilyenkor szoktak a laborok kiakadni, hogy itt valami nagyon, valaki nem érgezte magát jóddal, általában fölhívják a delikvenst, hogy mondják, hogy hát endokrinológust kellene megkeresni, mert ekkora jódtól le fog állni a pajzsmirigy, itt óriási valami baleset történhetett, biztos, mert hát ez toxikus mennyiség, stb., és megijesztik az embert, aki, hogyha esetleg nincs jól informálva, és nem rendelkezik tényleg ezzel a tudással, akkor való igaz, hogy hát beijedhet, és bestresszelhet rajta, hogy még jót szólt a labor, hát te nem hiszek én ilyen mindenféle Facebook csoportoknak, meg könyveknek, meg van egyébként egy orvosi könyv is, az mondjuk angolul, ez az Dr. Brownsteinnak ez az Iodine, Why You Need It, ezt is el lehet olvasni, sok irodalom van, de valaki azt mondja, hogy ezeknek nem hiszek, és a labornak lett igaza, még jó, hogy időben kiderült, hát jódmérgezést kaptam volna, tehát ez nem igaz. Tehát ebből a szempontból még majdnem, hogy ártalmasak is ezek a vizsgálatok, mert hamis benyomást keltenek az emberekben. Aha. Ez mondjuk tetszik nekem a csoportban is egyébként, hogy nem, hogy jól van moderálva. Tehát ilyen mindenféle humbug dolgot nem lehet se kommentelni, sem megosztani. Tehát itt tényleg itt arra nagyon figyelsz, vagy figyeltek, hogy valid legyen. És nyilván te egy ilyen, az egyik, ugye te vezeted a csoportot, meg egy, szerintem Magyarországon nevezhetünk téged szerénység nélkül így a jódmozgalomnak egy ilyen vezetőjének, és ezen kívül orvosok is vannak a csoportban. Tehát tényleg egy ilyen hiteles. Tehát mindenkit, aki most így elgondolkodott azon, hogy ez egy Facebook csoport, és hogy vannak orvosok, akik ellen mondhatnak ennek, mindenkit megnyugtatok, hogy ezt ne úgy képzelje, mint egy általános olyan Facebook csoportot, ahol mindenki azt ír, amit akar, és már ilyen kuruzslásba megy át az egész, hanem itt tényleg nagyon jól vannak moderálva a tartalmak. A másik, ami még eszembe jutott egyébként itt a jódpótlása, meg a kontinentális dolga kapcsolatban, hogy ugye a jódozott só volt az, amire sokan, még lehet, hogy a mai napig is azt mondják, hogy jó van, két csipet só, jódozott só, meg van oldva a jód bevitelem, és ezzel szemben ott is ilyen minimális mennyiségről beszéltünk, hogyha jól tudom. Igen, a jódozott só, sokan úgy gondolják, hogy hát ez az optimális megoldás, hát ezt azért vezették be, hogy ami ennyire benne van, ugye ebben egy-két csipet sóban, jód az ugye elég is. Na most abszolút nem ideális módja, több okból kifolyólag. Amikor ezt kitalálták, az volt a cél, hogy az ilyen nagyon súlyos kretinizmus meg ilyeneket megelőzzék, és kerestek egy olyan élelmiszert, mi az, amit nagyjából mindenki fogyaszt, hogy abba akkor belekeverjék a jódot, és ez a sóra esett végül is a választás. A legtöbb helyen nem mindenhol, mert például Svájcban sok helyen ilyen tejzsírba keverték bele, és akkor ilyen pasztillákat osztogattak. Az sokkal hatékonyabb módja egyébként a jódpotlásnak, mint a jódozott só. Ugyanis már itt a felszívódásnál, tehát eleve kevés van benne, és már a felszívódásnál is probléma van a jódozott sóval, ugyanis ugye kálium jodiddal dúsítják, vagy kálium jodáttal, de az is aztán jodiddá alakul az emésztő rendszerben, és ugye a só az meg nátrium klorid. És ugye ott van a jodidion, meg a kloridion, mind a kettő egy halogenid, a traktusban ugyanazt a csatornát használják. És a jódozott sóban, hogyha megnézzük moláris alapon, tehát hogy akkor így mennyi kloridion van, meg mennyi jodidion, akkor 30 000-szer több benne a klorid, mint a jodid. És egyszerűen a mennyiségi többség miatt a jodid ionok nem érvényesülnek, nem tudnak úgy már felszívódni se, ahogy kellene, és ezért rendkívül rossz a, hát ezt úgy hívják, hogy biológiai hasznosulás, tehát a beszedett adagnak hány százaléka jut be a véráramba, és azt mutatják a vizsgálatok, hogy ilyen 10% körüli, szemben mondjuk egy Lugol formulával, ami 90% feletti ilyen értékkel rendelkezik. Tehát ezt jobb lenne elfelejteni, ezt a jódozott sót, sosem volt egy ideális megoldás, bekerült a köztudatba, hogy eszébe jut valakinek, hogyha meghallja, hogy jód, de egyszerűen vajmi kevés manapság.
Hát igen, és egy ilyen hamis illúzióban ringat igazából, hogy megvalósul a jót bevitel a jódozott sóval. De egyébként én szakemberektől is hallottam már ilyet, tehát akár dietetikustól is, vagy ilyen személyedzőktől, hogy ott a jódozott só, és akkor az ezzel ez így megvan oldva. Right. Igen. Ilyen kófaktorok kapcsán ugye a kálium az szintén nagyon fontos itt a jód miatt is, és a káliumnak is van egy ilyen rossz megítélése itt Magyarországon. Ezzel kapcsolatban is már hallottam tőled anyagokat, meg olvastam is, hogy miért ennyire fontos a kálium, meg ugye egyrészt az izomműködésben is fontos szerepet játszik, meg a magnéziummal így párban, nátrium, ugye ezeknek az aránya nagyon fontos a szervezetben, elektrolitháztartás, vízháztartás, a többi, és ugye a glikogénraktárak, tehát az, hogy szénhidrátot tudunk a haráncsikolt izomban tárolni, vagy a májban is, ugye ehhez is szükség van például káliumra, de hogy a jóddal milyen viszonyban van a kálium? Most amikor a jódi dión, tehát itt többféle jódforma van, az a legjobb, hogyha olyan jód készítményt választunk, amivel segítségével mind a kettő bejuttatható, tehát a jódi dión is és a molekuláris jód is. Ez utóbbi sem méreg egyébként ilyen mennyiségben, és egy csomó pozitív élettani hatása a jódpótlásnak, az a molekuláris jódnak a beviteléhez köthető. Jó, tehát ugye a pajzsmirigy, meg ezek a funkciók, ezek jódidot használnak, de bizony a másik forma is lényeges. És amikor a jódidion, itt volt ez a postás hasonlat, bejut a sejtekbe itt a nátrium-jódid szimportereken keresztül, akkor ahogy említettem, hogy a nátrium ion társaságában teszi mindezt. És hogyha megnézzük, így néz ki egy ilyen nátrium-jodid szimporter. Ezt most itt a pajzsmirigy modelljén van levezetve, tehát de a többi ilyen szervben, amik jodidot használnak is, ilyen a sejthártyába beékelődött, ilyen úgy mondják, hogy transzmembrán protein, ez a nátrium-jodid szimporter, ezek végzik ezt a szállítást. És akkor látjuk azt, hogy a véráramból a jodid ionok bejutnak a sejtekbe, ahogy mondtam, ez most a tireocita sejt, és két nátrium ion társaságában teszi mindezt. Tehát maga a nátrium ionok sejten belüli és a sejten kívüli koncentrációja közti különbség, tehát ez a gradiens az, ami a hajtóerő. Tehát ez, tudjuk azt, hogy a sejten kívül sokkal több a nátrium, mint a sejten belül, kb. Ilyen, hát egy nagyságrendbeli a különbség. És akkor ez így bejut, tök jó, itt van a jodidionunk, de itt van két nátrium ion, amit ennek a, hát a nátrium-kálium pumpának ugye, ki kell juttatni újra a sejten kívül, hogy meglegyen igazából az egyensúly. És ez ugye kálium ionra cseréli ki igazából a nátrium iont, ez egy energiaigényes folyamat, és ebből kifolyólag maga ez a jodidnak a sejtekbe juttatása egyébként egy ilyen aktív transport folyamat, tehát energiát igényel. De lényeg, hogy igen, itt a kálium az abszolút megjelenik már ennél a folyamatnál is, illetve vannak olyan hatások, azért, hogy megnézzük, akár a pajzsmirigyen keresztüli hatásai a jódnak, azért inkább a vegetatív idegrendszernek inkább a szimpatikus oldalát erősíti. Tehát nem tudom, itt biztos ilyenekről is azért sokat beszéltek ezekben a körökben, ugye, hogy van a paraszimpatikus oldal, ami kicsit inkább az ilyen relax üzemmód, amikor valaki visszatölt energiát, méregtenítési folyamatok ilyenkor működnek jobban, otthoni pihenés, stb. Illetve van ugye a szimpatikus üzemmód, amikor tényleg az, hát régen ugye vadászat, meg ilyesmi, manapság koncentráció, munkahelyen teljesítés, legyél résen, figyelj oda, teljesíts, stb. És ugye ez nagyfokú figyelem kell, idegrendszeri aktivitás, hormonális beállítódottság, stb. És hát persze pajzsmirigy hormonok is, hiszen például az idegrendszer, az agy, az egyik legnagyobb pajzsmirigy hormon fogyasztó, hiszen olyan energiaigényes folyamatokat működtet ott, hogy rengeteg pajzsmirigy hormon szükséges hozzá. És hogy jó, de egy kicsit ezt az oldalt erősíti azért az a tapasztalat, és egyéntől függően, ugye vannak azért, akiknek inkább egyik vagy inkább másik irányba van
ilyen, hát főként epigenetikai okokból kifolyólag elhangolódva a szervezete, de aki mondjuk alapból egy kicsit ilyen szimpatikus, domináns, ott azért érdemes megtámogatni az egyensúly érdekében ezt az egészet, akár plusz káliummal, magnéziummal, mert náluk hajlamosabb lesz ez a fajta egyensúly, vagy tehát elborulni egy olyan irányba, hogy túlzott szimpatikus dominancia érvényesül majd náluk. És a kálium magnéziummal együtt inkább a paraszimpatikus oldalt erősíti. Úgyhogy sok ilyen lehetséges működési mód van, vagy ilyen magyarázat. Az biztos, hogy a tapasztalati út az felülír mindent, tehát lehet spekulálni a háttérben biokémiailag, de bizony nekünk ugyanis már ez több mint 7 éves a csoport, és 24 ezer fő felett jár, tehát megosztja mindenki a tapasztalatait, pozitívat, negatívat, nincs olyan, hogy cenzúra, hogy mint ilyen multilevel marketing csoportban, hogy csak a pozitívat, aki meg olyat mond, hogy kellemetlen tapasztalat, azt kimoderáljuk, mert nem, hát abból tanulunk a legtöbbet, és bizony sok ilyen visszajelzés van, hogy a kálium hiányra, főleg, hogyha valaki elkezd ugye a magnéziumot pótolni, hiszen beszéltünk róla, hogy milyen fontos, és jellemzően azért hiány szokott lenni a mai emberében. Ha nincs mellette ott a kálium, akkor meg a kálium, meg a magnézium közti egyensúly, mind a kettő ugye sejten belüli ion, tud egy picit megborulni, és az is előfordulhat, hogy lehet, hogy magnézium hiánya is van az illetőnek, de kálium hiány is, és hogyha elkezd magnéziumot szedni, akkor tehát azt olvasta, hogy ez ilyen izomgörcsökre jó, meg mindenféle ilyenre, és nem, hogy elmúlnának ezek a görcsök, hanem erősödnek. És akkor nem érti, hogy mi ez, hát szedem a magnéziumot, pont erre lenne való, hát hogy van ez. És bizony ilyenkor sokszor káliumhiány, sejtszintű káliumhiány van a háttérben. Ja, és hát azért rockodnak itthon ennyire a káliumtól, ugye, mert ugye a káliumkloridot intravénásan arra használják, hogy a szívet megállítják ezzel, meg talán volt is, abban nem vagyok biztos, hogy nem emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban volt-e valami olyan vizsgálat, ami tévútra vitte volna a dolgot, mint például a jódnál, de mint hogyha lett volna egy ilyen... Hát ugye Magyarországon van ennek igazából, ennek a káliumhisztériának leginkább ilyen múltja meg jelene. Tehát beírod a Google-be azt, hogy potassium overdosing, vagy poison, vagy bármi ilyesmi, ugye amiről ugye itt Magyarországon szól a fáma, hogy itt mérgezik a magyarokat káliummal, meg ki akarják írtani, meg egyáltalán. Hát angolul vajmi kevés, tehát alig van találat, inkább csak tényleg az, hogy hát igen, előfordulhat, hogyha óriási mennyiségben juttatja valaki ezt be, szánt szándékkal, vagy öngyilkosság, vagy bármi ilyesmi, kálium tabletta, akkor ebből hiperkalémia lehet, és akkor az bizony a szívműködésre problémás tud lenni. De igazából ez normál körülmények között, hogy valaki elosztja azt szépen azt a káliumadagot, ugye itt a vesék munkájáról nem szabad elfeledkezni, hogy nekik az a dolga, hogy ami plusz kálium van, azt szépen kiszűrjék, tehát ebből nyilván következik az is, hogy súlyos vese elégtelenségnél azért nem annyira javasolt a káliumpótlás, mint ahogy sok egyéb más anyag fokozott bevitele sem ilyen súlyos betegség során. Tehát el van ez nagyon túlozva, itt a káliumklorid, ez egy kiváló biológiai hasznosulással rendelkező forma, ilyen sós íze van, persze nem mindenki szereti, akkor mondjuk választ inkább káliumcitrátot, de azt kell tudni, hogy igazából tök mindegy, hogy milyen formában jut ez így be, mert kálium ionokra és a hozzá kötődő ionokra fog szétesni vizes oldatban ez a vegyület. Tehát kálium ionok fognak úszkálni, hogyha valaki ételébe vagy italába belekeveri, meg klorid ionok. Ugye a klorid igazából létfontosságú elektrolit, tehát elképesztő sok funkció van a szervezetben. Az a kálium ion, az meg könyörgöm, az meg nem fogja tudni, hogy az mondjuk egy sárga lépa léből jött-e, vagy mondjuk ebből a kálium citrát vagy kálium-klorid oldatból, mert kálium-ion, az kálium-ion. Tehát amikor betámadnak igazából fórumokba ezekkel az őrültségekkel, hogy akkor a kálium-klorid az mérgező, a zöldségben lévő kálium az meg nem, igazából azt mutatja, hogy a kémiai tudás az sajnos így a nulla felé konvergál,
Ezeket tisztába kell tenni, mert mondom, sok az érintett, egyszerűen sok az érintett, részint köszönhetően ennek az őrületnek, meg részint annak, hogy, hogy ez a zöldség, gyümölcsfogyasztás, ez még mindig nincs ott, ahol kellene. Oké, itt a gyümölcs az így a fruktóz miatt nem biztos, hogy a túlédes gyümölcsökre kellene itt a hangsúlyt fektetni, de mondjuk a zöldségekben azért nagyobb mennyiségben paradicsom, paradicsompüré, uborka, bármi ilyesmi, amik úgy biztonságosak, azokban van kálium, de még így is nehéz bevinni azt a mennyiséget, ami mellett optimálisan működne a rendszer. Saját tapasztalatom is az abszolút, hogy jód mellett, én inkább ez a szimpatikus, domináns típus vagyok, sokokból kifolyólag, meg egyébként hogy a hormonrendszer tekintve a pajzsmirigy az, ami dominált, tehát abszolút ilyen pörgős. Ilyenkor egyszerűen muszáj a kálium, hogy az egyensúly az rendben legyen, az embernek az alvása nyugodt legyen, ne legyen az, hogy korábban például, hogy felébredtem én is, hogy akkor azt mondják, hogy hát felébredtem pisilni. Nem azért ébredt fel valaki, mert pisilnie kell, persze extrém szituációktól eltekintve, hogyha megevett mondjuk egy görög binnyét vacsorára, hanem sok esetben bizony tényleg ez akár a vércukorszint szabályzásnak a problémái, akár valamilyen hormonális kis kilengés volt éjjel, felébred valaki, és akkor már persze esetleg érző, hogy picit feszül a hólyagja, kimegy WC-re. De ezeket például nálam is a káliumpótlás az gyönyörűen megoldotta. Tehát itt jön be az, amit mondtál, hogy akár a glikogénraktár építés, akár azoknak a bontása, tehát hogy a vércukorszintet stabilizáljuk, ez a folyamat ide is a kálium szépen be tud kapcsolódni. Annyit talán érdemes megemlíteni, hogy itt a napi felnőtt emberek, mondjuk a napi bevitel, hogy az ilyen 4,5-5 gram körül van, hogyha jól tudom, káliumból. Ebben minden benne van, nyilván az élelmiszerek, ben is van, hogyha valaki ezt egy jó tápanyagsűrűségű ilyen étrendet állít össze magának, akkor abban lesz valamennyi kálium, de én azt gondolom, hogy érdemes mellé pótolni, szépen elosztva étkezésekhez leginkább, mert ugye ezeknek be kell jutni a sejtekbe, ezeknek a káliumionoknak, amiket ilyenkor beviszünk, tehát annak nincs értelme, hogy szedünk be káliumot, az bekerül a vérplazmába, és onnan a vesék nagyon gyorsan leürítik és kipisíljük, hanem biztosítani kell azokat a feltételeket, hogy minél inkább bejusson a sejtekbe, és itt például az inzulin szint emelkedésnek kulcsfontosságú szerepe van, hiszen segít így a glükózzal együtt a káliumnak is bejutni a sejtekbe, ezért érdemes így étkezésekhez kötni elosztva ezt az adagot. A jódnak, ezeknek a jódadagoknak van egyfajta méregtelenítő hatása. Tehát akár itt már említettem ezeket a toxikus halogéneket, bromid, fluorid, perkolát, stb. Amikor ezeket, tehát elkezdjük ezeknek a jódadagoknak a szedését, akkor jellemzően a jód ezeket kiméregteleníti, kilöki a helyekről, bekerülnek a véráramba, és akkor a szervezetre van bízva, hogy azt szépen kidolgozza magából. Vagy esetleg ugye az immunrendszer erősödik fel, és emiatt ilyen régi lappangó fertőzéseknek neki megy. De most egy kicsit ez ilyen felkordik ilyenkor az állóvíz, és elképzelhető, hogy átmeneti jelleggel egy picit az energiaszint visszább vesz, hiszen ez egy olyan üzemmód, amikor nem az a lényeg, hogy csúcs teljesítményeket érjünk el, hanem hogy a szervezet magából ezeket a oda nem való különböző ilyen szennyező anyagokat szépen kidolgozza. De ettől nem szabad megijedni, hogyha esetleg valaki ilyennel találkozik egy-két hónappal a jódszedés megkezdése után. Ez nem a Wolf-Csajkov hatásnak az érvényesülése, hogy lám-lám, na mégiscsak valami alulműködés lett a jódtól, nem. Ez egy átmeneti állapot, szépen meg lehet támogatni a szervezetet ebben, hogy ezt minél hamarabb szépen el tudja intézni, és akkor már az áldásos hatásokat tapasztalja valaki magán, tényleg energiaszint növekvés, akkor különböző mentális tisztaság, jobb alvás. Úgyhogy ezt így még a végére szerettem volna elmondani. Igen, hát mindenképp olyan időszakra időzítsétek be, hogyha elkezditek a jódot, amikor nem versenyidőszak van, hanem mondjuk egy ilyen átmeneti időszak, csak hogy ilyen konkrét kontextusba helyezve most, tehát amikor már lementek a versenyek, és éppen mondjuk van egy néhány hetes vagy hónapos ilyen pihenő időszak, akkor szerintem
tökéletes, én is úgy fogom egyébként majd időzíteni, amikor nagyobb adagokban elkezdem, úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó kiegészítés volt. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszi, szia-szia! Ciao, hello!